Jó itt lenni és találkozni veletek. Mielőtt elkezdeném, szeretnék kapcsolódni Árpádhoz, Koródi Albert bácsi ürügyén. Néhány évvel ezelőtt Lax Péter kapott egy Abel-díjat, ami a matematikusok között talán az egyik legrangosabb kitüntetésdíj, és utána Lax Péter az akadémián tartott egy előadást, és arról mesélt, hogy végül is minek köszönhető az ő matematikai karrierje, és az annak köszönhető, hogy az ő nagybátyja volt a Koródi Albert bácsi. Na most, amikor a Breyer Pali engem fölkért, hogy beszéljek a Tákis történetről, én nagyon rövid ideig voltam a Tákiba, csak 5 évig, akkor először nem sok értelmét láttam, hát egy történetbe 5 év az semmi, de a Pali a végére oda rakta, hogy Csibi. És akkor aludtam rá egyet, és rájöttem, hogy ez egy nagyon jó ötlet, mert akkor végre összefoglalhatom azt, hogy ki is volt a Csibi, és hogy milyen nagyszerű szakember és kolléga volt, és igazából ezeken a szlájdokon azt szeretném bemutatni, hogy az én későbbi történetemet mennyire befolyásolta a Sanyi. Tehát számomra a Tálki az a Csibi volt. A Csibi főosztály az egy elég egész különleges társaság volt a Tálkiba. A Csibi igyekezett ezt a főosztályt leválasztani a Tálki többi részéről. És csak hogy mennyire sokoldalú ember volt a Csibi, itt kivetíteném az életútját, tehát a diplomamunka rádiótechnikából, műszaki tudományok kandidátusa, frekvenciamodulációból és a matematikai tudományok doktora, nagyon kemény statisztikából és valszámból. És az ember ilyenkor, legalábbis én gyanakszom, hogy ha valaki ennyi mindenbe belekap, akkor azt nem csinálhatja igazából mélyen. A Csibi mindegyik dolgot, amibe belekezdett, azt nagyon mélyen és világszínvonalon művelte. Néhány képet találtam csak én is a Sanyiról, ez még 81-ben nálunk, ez 95-ben a Vandermeulennel és az Igor Vajdával, ahogy dolgozunk. Tehát azt hiszem, hogy a jelenlévők nem vitatkoznak azon az állításomon, hogy a Tálki a Európa egyik legrangosabb kutatóintézete volt ebben az időben. A Csibi főosztályon volt egy kedvenc osztály, olyan értelemben kedvenc, hogy a Gulyás Ottó osztályának a témája az nagyon hasonlított a Sanyi működési területéhez. Tanuló algoritmusoknak hívták ezt az elnevezést. Igazából statisztikus alakfelismeréssel foglalkozott, ami ebben az időben adhok receptek gyűjteménye volt. Tehát ekkor még az alakfelismerés, a statisztikus alakfelismerés nem volt egy disziplina része. Maga a tanuló algoritmus ott igazából egy fő eljárás volt, a perceptron, és érdekes, hogy 30-40 évvel később a perceptronok hálózatba kapcsolva már gépi neurális hálózatoknak hívják, és ma talán az egyik legdivatosabb alakfelismerési eljárás. Alkalmazásokban az EKG szűrést és az ivatar előrejelzést kezdtük el nézni, hogy EKG-val kapcsolatban, ha mérünk valamit, akkor hogyan lehet egy háromosztályú osztályozást, három kategóriás osztályozást csinálni, normális,
menjen el, látogassa meg a családorvost, vagy pedig hívjunk egy mentőt. Zivatar előrejelzésnél mérjük tehát megkapjuk a meteorológiai mérőállomások adatait, és jelezzük előre a vihart. Erről nem akarok sokat beszélni, mert kevés az időm, és ez nem is annyira érdekes. Na most a Gulyás Otto 70. június 1-én fölvett engem azzal, hogy az a dolgom, hogy összekössem a Sanyit és az osztályt, és az a feladatom, hogy értsem meg a Sanyit. A Sanyi sztohasztikus approximációval foglalkozott, ami annyit jelent, hogy van egy optimalizálandó függvényem, és a függvény értékeit nem érem el, csak zajjal tudom megfigyelni, vagy a gradienst zajjal tudom megfigyelni, és akkor hogyan tudom ezt az optimalizási feladatot ebben az esetben is megoldani. Hát máig csodálkozom, hogy vettem a bátorságot erre a feladatra, de hát 23 évesen az ember bátor. Na most óriási különbség volt köztünk. Például képzettségben én matfizes tanárként végeztem, alig tanultam valami valszámot, műveltségben is ég és föld. Tehát például én akkor kezdtem el angolul tanulni, a Sanyi meg reggelente arról mesélt, hogy a Kissingernek a Metternichről szóló könyvébe éppen azon az éjszakán milyen poénokat olvasott. Tehát ez nagyon nehéz volt, és ráadásul a Sanyit nem volt könnyű megérteni. Tehát a társalgás közben is az ember nagyon sokáig nem értette, hogy itt most mit is akar mondani a Sanyit, pedig csak társalogtunk. Nagyon sok évnek kellett eltelni ahhoz, hogy rájöjjek a turpisságra. Ugyanis egy normális ember, ha társalgás közben gondolkodik, akkor nem beszél. A Sanyi gondolkodás közben is beszélt, és akkor ennek következtében persze nem volt annyira világos a mondandója. Bölcs ember volt, tehát megértő bölcs ember volt, egy nagyon fontos tulajdonsága volt az alázat, tehát azt mondta, hogy Laci, az egy jó neveltség kérdése, hogy én mindenkivel szót értsek a városban. Tehát nem félt a konfliktusokat, nem akart elkerülni a konfliktusokat, és azt is mondta gyakran, hogy láttad, hogy most az előbb milyen kedvesen magyaráztam el az illetőnek, hogy hol a helye a világban. Víziója volt, tehát erre a legjobb példa az informatika szakalapítása 85-ben, ahol ugye akkor még nem volt PC, nem volt internet, nem volt e-mail, nem volt szövegszerkesztő, semmi se volt, és akkor a Műszaki Egyetemen azt mondták, hogy hát a nagygépes adatfeldolgozó rendszerek igényeiből kell kialakítani a szakprogramját úgy, hogy azt a villamoskar oktatói tanítani tudják. Ez egy normális elképzelés volt, a Sanyi azt mondta, hogy nem. Tehát a Schnell Lacival szövetkeztek, elővették a Carnegie Mellon Computer Science programját, és azt mondták, hogy ezt kell tanítani. Ezt még telerakták egy csomó matematikával, és amikor kiderült, hogy például az algoritmus elméletet nem tudják a villamoskaron tanítani, akkor 2 évig a Babai Laci tanította, 1 évig pedig a Lovász Laci tanította ingyen az algoritmus elméletet. Tehát itt is lehetett látni, hogy nagyon bölcsen meg tudja különböztetni a demokrácia határait attól, amikor diktálni kell egy tantervet. Tehát egy tantervet, jó tantervet nem lehet demokráciába csinálni. A keretet diktálni kell, utána tartalommal ki lehet tölteni demokratikusan. Rengeteget tanultam a Sanyitól, igazából minden prioritásomat kicserélte.
Például kezdve azzal, hogy probléma kitűzés. Tehát, hogy mondta, hogy Laci, nem a 9 lyukú híd alól kell ott körmöt rágni és kitalálni, hogy milyen nehéz problémát akarsz megoldani, hanem azt kell nézni, hogy a világban mik a fontos problémák. Nemzetközi versenybe kell részt venni, tehát a legjobbak közé kell fölverekedni magad, és ezt nemzetközi együttműködésben lehet a leghatékonyabban elvégezni. De most kezdte azzal, hogy mi legyen az a nemzetközi társaság, amihez kapcsolódni kell a folyóiratával, megalapították a Vámos Tiborral a Hungary Section-t, fellow lett, és ő 60-ban ösztöndíjas volt fél évig Amerikában, és utána lényegében minden információelméleti nagyágyút idehozott Pestre. Ingyen idejöttek, tehát nem kellett nekik fizetni. Tom Coover, aki végül is a statisztikus alakfelismerést a helyére tette, és pozícionálta a statisztikán belül. Jim Bessie, tiszteleti tagunk, Tony Efremidis, aki az isített idehozta, Bob Grave, Andrew Witter, a múlt hónapban találkoztam Hanzó Lajossal Londonban, és ő is még élénken emlékszik a Witterbi előadására az akadémián. Blahut, Costello és a többiek. Az oroszok közül Boris Cibakov, Pinsker, Zigangirov és a többiek. És ennek eredményeként 91-ben mi rendezhettük meg az Information Theory Society-nak a konferencián Pesten, és ezt két embernek köszönhetjük, hogy ez ide került, a Csiszár Imrének és a Csibi Sándornak. De most információelmélet oldalról két témába kapcsolódtunk be nagyon korán. Az egyik a véletlen hozzáférésű csatornák, ami ugye csomagkapcsolás visszacsatolása, véletlen hozzáférés az aloha, ezt ugye 70-ben a Norm Abramson találta ki, és utána 5 évig egy csomó hibás cikk jelent meg ez ügyben, mert az alapmodellje az volt, hogy az eredeti csomagforgalom, meg az ismétlésekkel keletkezett csomagforgalom mindegyik Poisson folyamat, ez ugye egy hibás, ez egy üres halmaz, ilyen nincsen, de annak ellenére elindult egy csomó kutatás ez ügyben, és hát a GSM-nek a kapcsolatfelépítő moduljában ilyet használnak. Aztán, hogyha nincs visszacsatolás valamiért, akkor az a frekvencia moduláció, illetve az időosztás az nem jó, és a jó megoldás mobil esetben az a CDMA, és most már a GSM rendszerben is ezeket használják. Ennek eredményeként rendezhettük meg 2007-ben, sajnos akkor már Sanyi nem volt velünk, itt Pesten egy NATO workshopot, aminek a címlapját itt kivetíteném. Na most statisztika ügyben, ugye ez volt az eredeti feladatom is, és éppen információelméleti támogatással került ez a helyére. A nem paraméteres statisztika az azt jelenti, hogy a szóban forgó feladat az annyira bonyolult, és esetleg annyira sokdimenziós, hogy szinte semmit sem tudunk a szóban forgó eloszlásról, és itt megint idejöttek a nagy ágyok, Luc Devroy-jal dolgoztam legtöbbet, ő Montreálban van, Edward van der Müller Löwenből, Igor Vajda Prágából, Harovak Stuttgartból, és itt lényegében három nagy tématerületen dolgoztam, és mindenhol rengeteg segítséget kaptam a Sanyitól, a sűrűségfüggvénybecslés, az alakfelismerés, statisztikus alakfelismerés, regressziófüggvénybecslés, és akkor itten kivetítenék három címlapot. Ez a 85-ös Wiley könyv, ez még eléggé keserves volt, mert ebben az időben még nem volt szövegszerkesztő, meg nem volt e-mail,
Itt hatalmas leveleket, vastag leveleket írtunk egymásnak Budapest és Montreal között. Ekkor még a körbefordulási idő az másfél hónap volt, mert természetesen ezeket a borítékokat elvileg nyitogatták, de nem nyitogatták, hanem csak fektették, hogy azt higgyük, hogy tényleg nyitogatják. Oroszra is lefordították. Ez a... Nem, később fordították. Nem közben. Tehát ezt azért vetítem ki, mert ezt is a Lugdevroyjal és a Lugosi Gáborral, aki már 19 éve Barcelonában van, ez is egy kedves munka, és az a regresszióbeslés az pedig Mihály Kohlerrel, Adam Csizsákkal és Harro Valkkal Stuttgartból. Hát ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.